Most pedig a visszatért kolléganőnk Kis Klára blokkja következik. Turizmus, konferenciák, mezőgazdaság. Hajdúszomboszló számára fontos dolgok. Már a rendszerváltás idején látszott, hogy e három dolog szorosan összekapcsolódik. A szocszállodák átalakultak, a téli kieső vendégforgalmat az akkori szakemberek úgy gondolták, konferenciaturizmussal lehet pótolni, és a terv bevált. Szoboszlón egyre több konferenciát tartanak. Január környékén elsősorban agrár szakemberek tanácskoznak városunkban. Január második hetében például a Syngenta Kft. Tartotta évnyitó kampányát 400 fővel a Hotel Békében. A cég évek óta rendszeresen szervez programokat Hajdúszoboszlón. Évelején egymást érik Szoboszlón a különböző konferenciák. Januárban leginkább a mezőgazdasággal foglalkozó cégek tanácskoznak. 13-án például a Hotel Béke zsúfolásig megtelt. A Syngenta rendezvényére több mint 400-an érkeztek. Ez már hagyomány a Syngenta szezonnyitó rendezvényeit Hajdúszoboszlón, és mindig nagy örömmel jövünk ide, mert ez a hét helyszínes rendezvényeink közül gyakorlatilag ez az egyik legnagyobb. Most is közel 400 termelő tisztelte meg jelenlétével a rendezvényünket. A rendezvényen a 2016-os szezon újdonságait, a komplett technológiánkat mutatjuk be a termelőknek. Az idei év egy nagy újdonság a Syngenta számára. 2015-ös szezonban vezettük be először az őszi kalászos fajtáinkat. Őszi búzával négy fajtá áll a termelők rendelkezésére, és igazi világ újdonság a hibrid árpa, a valódi biológiai hibrid árpa kínálatunk a termelőknek. Nagyon nagy sikerrel vezettük be az elmúlt év őszén. Ezen kívül megújul a napraforgó vetőmag portfóliónk, és több új készítményünk is, növényvédelmi készítményünk is áll majd a 2016-os szezonban a termelők rendelkezésére. A Böszörményi Mezőgazdasági Zárt Körű Részvénytársaság 2100 hektáron gazdálkodik. Fő profilja a növénytermesztés, de állattenyésztéssel is foglalkoznak. Amikor csak tehetjük, mindig itt vagyunk ezeken a vevő találkozókon. Szeretnénk mindig megtudni az újakat, mik várnak ránk ebbe az évbe, mivel lehet esetleg vegyszerekkel, vetőmagokkal újítani. Itt vagyunk évkezdet, most lehet válogatni belőlük, megválasztani. Mint ágazatvezető biztosan összehasonlítása az elmúlt évekre. Mennyire vált be az a sok ígéret, amit a gyártók mondtak, és mi a legnehezebb a termelésben? Hát a legnehezebb egy jó fajtát kiválasztani, tehát ilyen szélsőséges körülmények között, ami most van gyakorlatilag az elmúlt években, aszály, meleg, csapadékmentes napok, illetve 30 fok feletti hőmérséklet, ennek megfelelően egy olyan hibridet kitalálni, vagy kiválasztani, hogy mindenhol jó legyen, tehát ez a legnehezebb, illetve növényvédelem szempontjából is, hogy mindenre tehát tudjunk hatékony növényvédőszer találni, tehát ez a legnehezebb. Cégünk 2100 hektáron gazdálkodik Hajdúböszörményben. Hát nekünk a fő profilunk az a szántóföldi zöldségnövénytermesztés, tehát ennek ez a szántóterületünk 50%-án van. Ezen kívül van nekünk ugyebár a kalászosok, van napraforgónk, van takarmánykukoricánk, amit az állattenyésztésnek szoktunk előállítani. A szakemberek leginkább a stresszmentes időjárásról és a magasabb felvásárlási árakról álmodoznak. Magasabb felvásárlási árat jelen pillanatban nem jósolnak. Tehát azt mondják, hogy nagy valószínűsége ezen a szinten fog maradni, ami most múlt év végével, ez év elejével, de tényleg azt mondom, hogy erre most bölcset mondani, így januárban eléggé nehéz. Nagyon sok minden befolyásolja, mennyi terem, milyen időjárási körülmények lesznek ezután. Én azt mondom, hogy most azt mondani, hogy majd ősszel mennyi lesz a takarmány kukoricának az ára, az eléggé kockázatos. De hát akkor visszafele számolva az is kockázatos, hogy mit vessen el az ember tavasszal. Ez így van, de némi kötelezettségünk nekünk is van. De mi is a takarmánykukoricát saját állatállományunknak állítjuk elő. Az muszáj, mert ha nem, akkor azt úgyis meg kell vásárolnunk az állatállománynak. Úgyhogy amit csak lehet, megpróbálunk mi magunk előállítani, a többit meg gyakorlatilag a szabad piacon majd megvenni. A Kösely ZRT ágazatvezetője szintén az időjárást és a felvásárlási árakat tennék kiszámíthatóbbá. A cég 2300 hektár állami bérelt földön termel, és bő 700 hektár integrációt lát el, mint szolgáltató.
Pontos, precíz munkával, több évre előre tervez. Évek óta fontos partnere a Syngentának. Több évre előre kell gondolkozni természetesen, mikor az ember egy vetéstervet megtervez, már csak szakmai okokból is. Nyilván befolyásolják a közgazdasági tényezők is, hogy aztán hogy alakul a vetésterv. De a tél folyamán gyakorlatilag az egész évet megtervezzük, a munkabértől kezdve a különböző anyagok felhasználásáig mindent megtervezünk. A Syngentának mi nagy partnerei vagyunk, a Syngentának állítunk elő vetőmagot, a vetőmagjaikat is használjuk. Most vetettünk először a tavalyi évben Syngenta búza vetőmagot is, és hát azt is elmondhatom, hogy gyakorlatilag növényvédőszer és egyéb anyag vetőmag felhasználásban is a Syngenta nálunk vezető pozícióban van.